Kezdjét csokolom, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a DK mai online sajtótájékoztatóján. Tegnap szürreális sajtótájékoztatót tartott az Orbán kormány gazdaságfejlesztési minisztere. Nagy Márton a gazdaságpolitika Kásler Miklósaként tett kísérletet arra, hogy minden mondatával felülmúlja az előzőt. Itt tudhattuk meg, hogy idézem, azért drága az élelmiszer, mert tavaly olcsó volt, illetve hogy jövőre azért lesz alacsonyabb az infláció, mert most magas. Miközben a magyar családok azért szenvednek, mert a Fidesz tönkretette a forintot, elszabadult az infláció, és most egymást érik a kormányzati megszorítások, válságkezelés helyett egy kásleri komédiát láttunk a törvénytelen kormány illetékes miniszterétől. A demokratikus koalíció szerint a Ryanair tulajdonosának egy dologban egészen biztosan igaza volt, Nagy Márton tényleg egy idióta. Ha a törvénytelen kormány őt tudja felmutatni a válság és az élelmiszerárak elszállása közben, ha Nagy Márton a kormányzati csodafegyver ezekben az időkben, akkor bizony nagy bajban van Magyarország. A DK szerint most felelős kormányzásra, áfacsökkentésre és a családok megsegítésére lenne szükség, nem ilyen méltatlan és káros össze-vissza beszélésre. Jelenleg arra keresi a választ az ország, hogy mikor lesz már végre vége ennek a húsba vágó drágulásnak. Hogy lesz-e 500 forintos euró, 1000 forintos kenyér, 2000 forintos paradicsom. Erre kiáll a megszorító Orbán csomag kormányzati felelőse, és arról beszél, hogy azért magas az infláció, mert nincs kikötőnk, holott eddig se volt, és hogy azért drága az élelmiszer, mert tavaly olcsó volt. Ez nem csak méltatlan a magyar családokkal szemben, hanem káros is. Ezek után ember nem hiszi el az országban, hogy a törvénytelen kormány képes lesz kezelni a válságot, amit nagyrészt saját maga okozott. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, a demokratikus koalíció szerint a Ryanair tulajdonosának egy dologban egészen biztosan igaza volt, Nagy Márton tényleg egy idióta. Ha a törvénytelen kormány ezt tudja felmutatni a válság és az élelmiszerárak elszállása közben, ha Nagy Márton a kormányzati csodafegyver ezekben az időkben, akkor bizony nagy bajban van Magyarország. A DK szerint most felelős kormányzásra, áfacsökkentésre és a családok megsegítésére lenne szükség, nem ilyen méltatlan és káros össze-vissza beszélésre. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kezét csókolom, viszontlátásra!